Kölcsey Ferenc is büszkén vállalta volna gimnáziumunk a Magyar Kultúra napjára készített zenés-irodalmi műsorát. A színvonalas előadás az ország bármely színpadán megállta volna a helyét. Diákjaink önként, egymást túlszárnyalva, lámpaláz nélkül adták elő választott műsor számaikat. Méltán lehetünk büszkék rájuk. Kettő zenei blokkot fogunk csinálni. Az elsőben bukovinai székely népdalokat fogunk játszani, és ezt a 9. F-osztály tanulói fogják előadni hárman. A második zenei blokkban már 10-esek is vannak, illetve 9-esek, az moldvai népzenei blokk lesz közvetlen gyűjtésből. Hát én szeretem nagyon, mert nekem így az életem része volt korábban is. Hát én néptáncolok, és így mindig az életem része volt ez a műfaj, és mióta ide jöttem, azóta így együtt vagyok ezzel a csapattal. Recés a szőlőlevele, szettel, úgy, ahogy középiskolás szinten, ahogy József Attila is kezdte. Pilinszky János, miféle föld alatti harc? Napokra elfeledtelek. Döbbentem rá egy este, üres zsebemben álmosan cigarettát keresve. Tán mohó idegzetem falánk bozótja nyelt el. Lehet, hogy megfojtottalak a puszta a két kezemmel, különben olyan egyre megy. A gyilkos nem latolgat, akárhogy is történhetett, te mindenképp halott vagy. Heversz! Akár a föld alatt. Elárult, szürke hajjal, kihambadt sejtjeim között az alvadó iszabban. Prózákat szoktam mostanában írni, a novellákat is szeretem, és emellett színésznek készülök. Így hittem akkor. Ostobán tűnődve, még ma éjjel gyanútlan mellé nem sodort egy hirtelen jött kényszer, az oldaladra fektetett, egyévé tett az álom. Természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen tehetséges diákokkal vagyunk körülvéve. Köszönjük a szaktanárok felkészítését, és természetesen itt azért ős tehetségekről beszélünk. Hát saját versekkel, saját költeményekkel jönnek, saját belső motivációjuk indítja őket ezen az úton el. S a hút előzött. Nap süt fel az égen, remény szól hang énekelvet, nyári madárfészkel. Például nem eszünk gyümölcsleves borsó fészelékkel, és nem dobjuk ki a macskát az ablakon. Mondjuk amúgy is talpra esve, szóval miért is nem szabak. Jöjjetek köré, ti fájdalom tajtékai! Ti mind, a gyásztól tompa értelem homályán bugdosó szavak, maradjatok velem! A templomok lerombolhatók. A temetők felszánthatók. De mi történjék a kövekkel, a már kézbe vettekkel, a megmunkáltakkal, az írott kövekkel? A kövek beépíthetők, a kövek összezúzhatók, porrá őrölhetők, de attól még a kő marad. Hála Istennek az ország számos pontján rendeznek versmondó versenyeket, és nagyon-nagyon sok alkalommal eredményesen is szoktak szerepelni diákjaink, és nagyon szeretnek járni versenyekre.